Elismerő oklevelet adott át a néhai 100 gyula százados családja részére április 1-én a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában Németh Szilárd. A tárca parlamenti államtitkára átnyújtotta Benkő Tibor honvédelmi miniszter elismerő oklevelét 100 gyula fiának, és köszönetet mondott a százados hazáért végzett munkájáért, odaadó életéért. 100 gyula százados a Magyar Királyi Honvédség kötelékében teljesített példaértékű szolgálata, a II. Világháború során nyújtott hősies helytállása, illetve a kommunista diktatúra alatt elszenvedett számos méltánytalanság és igazságtalan börtönbüntetés közepette tanúsított kitartása okán részesült a posztumusz elismerésben. A leszármazottak számára az elismerés erkölcsi kárpótlásként egyben történelmi igazságtétel is. Az ünnepségen mások mellett jelen volt Aracki András országgyűlési képviselő, Somogyi János dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnoksága hadműveleti csoportfőnökség csoportfőnöke, valamint Siposné Kecskeméti Klára ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora is.